szervezeti, működési és morális válságban van az egészségügy, mondja az újratervezés csoport, és itt van velem Kincses Gyula, volt egészségügyi államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért van mindenben az egészségügy, amit felsoroltam? Hát én nagyon örülnék, hogyha a szerkesztő úgy megcáfolná mindezt. Nekem nem dolgom, önnek dolga, hogy elmondja, hogy miért érzi így? Hát a napi történések mind ezt mutatják. Tehát ma már nem tudunk olyan híradóba, vagy bármivel újságba belenézni, hogy valamilyen válságjelét, valamilyen problémáját ne látnánk az egészségnek. Na, itt tudok vitatkozni. Igen? Mert én meg tudok olyan híradót mondani, amit végignézek, és azt olvasom, és azt látom, és azt hallom, hogy ennyi pénz még soha nem áramlott az egészségügybe, ezt adtak át, azt adtak át, ezt újítják fel, azt újítják föl, sőt, ha egy negatív hír megjelenik valahol, egy másik helyen megjelenik a hír, hogy csuda, jó minden. Ez így van, és ráadásul ezeknek a pozitív híreknek a zöme igaz. De ettől még a helyzet nem jobb, és nem jó egyáltalán, mert a kormány ugyan tett pénzt az egészségügyben valóban elég sokat, de mindig utólag későn kárkezelő magatartással. Az újratervezés csoport pontosan abban különbözik az eddigi bérkövetelő mozgalmaktól, mint a kamara vagy szakszervezet, hogy mi nem azt mondjuk, hogy több pénzt nekünk, vagy több pénzt az orvosoknak, hanem mi azt mondjuk, hogy egy tisztességes, átlátható, számon kérhető, betegbarát egészségügyet, amiben tisztességgel lehet gyógyítani, és méltósággal lehet gyógyulni, ezt az egészségügyet akarjuk, és ennek bizony előfeltétele egy tisztességes bér. De nekünk a bér ahhoz kell, hogy ezeken a hibákon tudjunk javítani, mert a hálapénzrendszer amíg megmarad, addig az mindennek keresztbe tesz. Tehát egyszerűen a átlag néző nem gondol abba bele, hogy a hálapénzrendszer mennyi problémát okoz az egészségügyben. Legkevesebb az, amit kifizetünk, tehát nem a pénzügyi része, hanem szerkezeti, szervezeti, urambátyám világ, a különböző kis uradalmaknak a fenntartása, ami mindenfajta modernizációnak a gátja. Egyszer már megbeszéltük adásban, de gyorsan, aki esetleg nem látta azt az adást, vagy nem emlékszik rá, megismétlem, annak idején Gerő Ernő elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártjának vezetője, az 50-es évek elején azt mondta, hogy miért ne lehetne borravalót adni a jól dolgozó orvosoknak, ezt a borravaló szót néhány évvel később hálapénzre váltották, 50-es évekről beszélünk, 29 évvel vagyunk, 30 évvel vagyunk a rendszerváltozás után, és szerintem, hogyha a hálapénz kérdéséről addig beszélgetnék, amíg ön egészségpolitikus, én pedig újságíró lennék, akkor szerintem még 2200-ban is beszélgethetnénk róla, ha így marad, ahogy az elmúlt évtizedekben volt. Mi azért küzdünk, hogy ne maradjon így. Tehát egyszerűen ma már reális dolog lenne az, hogy egy alkut adni a társadalomnak, hogy tessenek tisztességesen megfizetni az orvosokat, de cserébe elvárjuk azt, hogy legyen szigorú szabályozás, hogy elfogadjuk azt, hogy legyen valóban kriminalizált a állapénz adása és kapása mind a két oldalról. Igen, de arra rászocializálni egy társadalmat, hogy ami tegnap mindennapos volt, holnap kriminalizációs tétel lesz, az azért elég nehéz, szerintem elismeri. Biztos, hogy kell valamilyen átmeneti idő, de ez nem menti fel se a döntéshozókat, se az orvosokat. Érdemben befolyásolja egy ember egészségügyi állapotát a hálapénz? Értem ez alatt azt, hogy ha én odadom a borítékot, akkor először engem fognak megvizsgálni, aki esetleg jobban rászorul, de nincs nála boríték, őt pedig hátra sorolják? Ugye a Gerő Ernőtől indultunk, ahol borra való. Na most a hálapénz már rég nem egyfajta dolog, rég nem hálapénz önmagában, hanem nagyon sok esetben előnyt vásárol rajta valaki, és ha valaki előnyt vásárol, akkor azt valakinek a kárára vásárolja. Jobb kezelést kapok, ezért más nem kap jobb kezelést? Nem feltétlenül. Hanem. Hát egyébként ez is teljesen igaz, hogy... Előbb kerülök sorra például. Ez viszont elképzelhető, de emiatt, hogy az egészségügyben a egészségügyi dolgozók ennyire alulfinanszírozottak, direkt egészségügyi dolgozókat mondtam, nem csak orvosokat, hanem nővéreket, szakdolgozókat, ezért egyre többen mennek át már nem külföldre, hanem a magánegészségügybe, ami oly mértékben rontja a közellátásnak a hozzáférhetőségét, ami miatt megint csak a társadalmi igazságosság és a betegek gyógyulási esélye az romlik. Nézzük egy pillanatra az újratervezés csoportot önmagában. Ugye 2018-ban alakultak nagyjából 50 fővel, én egy márciusi adatot tudok, 661-en voltak akkor, most körülbelül mennyien vannak? A
ennyi, akiről tudunk név szerint. Rendben van. Mi az az újratervezés csoport, ugye a kamarán belüli kamara? Mert amennyire látom, nem csak a kormányzattal vagy az egészségügyi kormányzattal, hanem önmagával a Magyar Orvosi Kamarával is vannak néha viaskodások, aminek egyébként önök is tagjai. Nem néha, hanem mi a kamara megújításáért szerveződő csoport vagyunk. Tehát nem ellen kamara, nem valaki ellen, hanem pontosan jól mondta szerkesztő úr, mi is kamarai tagok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben, amiben a egészségügy van, minden szereplőnek megvan a maga felelőssége, a kormányzatnak, az orvosoknak, a nővéreknek és a betegeknek, mert a betegek meghagyják, de legalább mi, azt, ami rajtunk múlik, ami a mi dolgunk, a szakmának a tisztességét, átláthatóságát, minőség biztosítását, ezt kezdjük el tenni, és főleg vállaljuk be azt, hogy korszerűsödik az egészségügy, ne opponáljunk minden reformot, mint a kamara, hiszen a kamara jelenlegi vezetése azt mondja, hogy több pénz, csak ne változzon semmi. Rendben van, de akkor viszont a világpénze nem elég, hogyha nincsenek reformok. A kamarát mondjuk én a saját fejemben szakszervezetnek is hívhatom, hogy valami érdekérvényesítést akar elérni, de ha önök a nagy szakszervezeten belül alakítanak valamit, amely egyébként sok mindenben opponálja a saját, hát hogy mondjam, hogy ernyőszervezetüket, akkor az egy belső vitát szül, nem? Így van, de ez miért baj? Tehát mi legalább tisztességgel felállunk, tisztességgel elmondjuk, hogy miben nem értünk egyet a kamara jelenlegi vezetésével. Rendben, mit mond erre a kamara? Egyrészt a kamara erre azt mondja, hogy én csak hallgassak, mert mióta vagyok kamarai tag, meg én SZDSZ-es államtitkár voltam. Tehát személyeskedéssel. Mióta kamarai tag? Egyébként én még csak 3 éve vagyok kamarai tag. Mert egyébként addig, amíg aktív voltam az egészségpolitikában, addig úgy gondoltam, hogy azok szerepkeveredések lennének, hiszen a kamarának pontosan vitapartnerének kell lenni az egészségpolitikának, most akkor üljek le saját magammal vitatkozni. És aztán egy pár éve, amikor a veszprémi nőgyógyásznak az a híres esete volt, akkor mondtam azt, hogy nincs mire várni. Belülről nekünk a kamarai tagok, vagy a kamarának kell rendet tenni, és ahhoz, hogy én ne kívülről kritizáljak, ahhoz be kell lépni a kamarába. Dobjuk ki a pénzt, dobjuk a szervezetit is említettek, a szervezeti anomáliák, az önök által vélelmezett szervezeti anomáliák miatt. Hogy gondolja, dobjuk ki a pénzt az ablakon, égetjük el a pénzt? Az egészségügyben? Igen. Abszolút. Mennyi, abszolút. Mennyi adóforintot dobunk ki, vesztünk el? Körülbelül. Lehet forintosítani? Nem dobunk ki az ablakon egy fillért se, csak azért a pénzért kevesebb eredményt veszünk. Lukas vödörbe öntjük a vizet? Akkor így ez egy korrektebb. Rendben van, mennyi víz folyik el abban a Lukas vödörben? Százaléknyilag. Akkor 10%, de ez azt, inkább azt mondom, hogy mondjuk 1000-2000 megmenthető élet, és ez fontosabb, mint hány millió forint. Ha jól dolgozna az egészségügy, az önök által vélelmezett rossz munkája vagy hiányosságai kijavítaná, akkor 1000-2000 ember életét lehetne évente Magyarországon megmenteni? Jól értettem, amit mondtam? Ebben a televízióban is rengetegszer elhangzott, hogy mennyi az elkerülhető és megelőzhető halálozás Magyarországon, és mennyire rosszul állunk ebben. Na most ezen egy jobb szervezetű, jobb elérhetőségű, átlátható és minőségbiztosított egészségügy biztos, hogy segít, tehát ezzel az 1000-2000-rel inkább alulbecsültem. Megdöbbentő számmal fejeztük be, és innen fogjuk folytatni. Kincses Gyula volt, egészségügyi államtitkára volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy velünk kellett ma reggel.